Most pedig az Európát sújtó energiaválság híreivel folytatjuk a ma reggelt. Brüsszel szankciós politikája miatt energiaválság és folyamatosan emelkedő infláció sújtja Európát. Most megmutatjuk, hogy milyen nehézségekkel küzd Szlovénia, Horvátország és Spanyolország. Szlovéniával kezdjük a mai körképünket. Ott az ország egyetlen atomerőműve megkapta a környezetvédelmi engedélyt ahhoz, hogy élettartamát további 20 évvel meghosszabbíthassák. A részletekért Lendvára kapcsolunk Magyar Lovrics Mirjánához. Jó reggelt kívánok! Mirjana, mennyire fontos tényező az atomerőmű Szlovénia áramellátásában, és milyen feltételeket kell teljesíteni, vagy kellett teljesítenie ahhoz, hogy tovább működhessen? Szép jó reggelt kívánok! Földrengés biztonság, a biztonságot szolgáló fejlesztések, a környezeti balesetek valószínűségének csökkentése, az éghajlatváltozással és a külső tényezőkkel szembeni ellenállás és a folyóvizekre gyakorolt hatása felmelegedés tükrében. Egyebek között ezeket vizsgálta a szlovén környezetvédelmi minisztérium, mielőtt a körskói atomerőműnek megadta az engedélyt ahhoz, hogy élettartamát további 20 évvel, vagyis 2043-ig meghosszabbíthassák. A minisztérium a vizsgálat után arra a következtetésre jutott, hogy az atomerőmű olyan állapotban van, hogy a normál működés során nem merülhet fel biztonsági kockázat. Stanislav Rozman, az atomerőművet kezelő vállalat igazgatója szerint a környezetvédelmi engedély a hosszú távú működés egyik rendkívül fontos feltételének teljesítését jelenti. Néhány feltételnek ugyan még teljesülnie kell, de ezek a folyamatok már a végső szakaszban járnak. Egyik ilyen követelménye a kiégett nukleáris fűtőelemek átszállítása egy újonnan épült száraztárolóba, mely jelenleg tesztelés alatt áll. A hulladék átszállítása várhatóan márciusban kezdődik meg, és június környékén fejeződik be. Uroš Brežan, szlovén környezetvédelmi miniszter elmondása szerint a környezeti hatásvizsgálat minden nemzetközi, európai és szlovén szabálynak megfelel, a határon átnyúló egyeztetéseken pedig mind a négy szomszédos ország, valamint Németország is részt vett. A körskói atomerőmű élettartamának meghosszabbításáról, mellette pedig egy új blokk megépítéséről is még a jobboldali Jánsa kormány hozott döntést. A Golob vezette baloldali kormány az új blokk megépítését ugyanakkor népszavazáshoz köti. Ezt a tervek szerint a következő 5 évben tartják meg. Egy második blokk kiépítése a becslések szerint 10 évet venne igénybe és 5 milliárd euróba kerülne, amennyiben Szlovénia úgy dönt, hogy kiépít egy új blokkot. Horvátország 50%-ban vállalja ennek költségeit. Amíg jugoszláv korszakban 1983-ban üzembe helyezett atomerőmű tulajdonosai ugyanis 50-50%-ban a szlovén Gen Energia és a horvát Hrvatska Elektroprivreda. Az erőmű évente 5,6 ezer gigawattóra áramot termel, ezzel pedig a szlovén villamos áramigény mintegy negyedét, a horváténak pedig mintegy ötödét fedezi. A tavaly ősszel végzett nagyjavítással a kapacitását is növelték, így idén már 6 ezer gigawattóra áramot fog előállítani. Bojan Kumer infrastrukturális miniszter egyébként úgy véli, hogy a környezetvédelmi engedély kiadása fontos üzenet, mely szerint Szlovénia uralja az energetikai helyzetet. A körskói atomerőművet pedig úgy minősítette, hogy rendkívül stabil, rendkívül megbízható, biztonságos, versenyképes energiaforrás, amely éppen a súlyos energiaválság idején mutatta meg eredményeit és fontosságát. Szlovéniából köszönjük szépen. Horvátországgal folytatjuk, ahol a kormány újabb lépésre szánta el magát, hogy kiszűrje azokat a kereskedőket, akik indokolatlanul emeltek árat, és az euróátállás miatt drágították meg a termékeiket. A gazdasági minisztérium egy ár összehasonlító listát készít. A felhívást 10 nagy boltláncnak küldte el, többségük azonban nem hajlandó eleget tenni a kérésnek. A részletekért kapcsolunk Zágrába Kriák Krisztinához. Jó reggelt kívánok, Krisztina! Pontosan milyen listáról van szó, és milyen indokkal tagadták meg az együttműködést az érintett kereskedők? Jó reggelt kívánok! Davor Filipovics gazdasági miniszter még a hét végén jelentette be, hogy készítenek egy 80 termékből álló ár összehasonlító listát, amelyen feltüntetik a különböző boltláncok azonos termékeit, hogy az állampolgárok el tudják dönteni, mi elfogadható számukra és hol kívánnak vásárolni. Ez az úgynevezett fehér lista felkerülne a minisztérium honlapjára, ahol az emberek követni tudnák az árakat. A
tárca 10 nagy boltláncnak küldte el a felhívást, amelyben meghatározta, mely termékekről van szó, és azt kérte a kereskedőktől, hogy küldjék el az áraikat, és két hetente frissítsék is azokat. Két boltlánc, köztük a horvát Konzum kiskereskedelmi üzletlánc eleget tett a felkérésnek, 8 azonban nem hajlandó együttműködni. Az említett kereskedelmi láncok azért nem akarják elküldeni az áraikat, mert szerintük egyes termékeken belül számos különböző márka létezik, amelyek ára is eltérő, ezért, mint mondták, nem is lehet összehasonlítani őket. Továbbá úgy vélték, maga a metodológia sem teljesen világos, és a kormány ismételten csak rossz színben akarja feltüntetni a kereskedőket. A gazdasági tárca azonban nem hajlandó elállni az ötlettől, a miniszter szerdán közölte, amennyiben a kereskedők nem működnek együtt, maguk fogják begyűjteni az árakat, de a lista akkor is elkészül. A január 1-i euró átállása vártnál nagyobb drágulási hullámot okozott az országban. Sokan a szabályokkal ellentétben indokolatlanul emeltek árakat. A kormány, hogy megvédje az állampolgárokat és a gazdaságot, kénytelen volt lépni, és egyebek mellett pénzbírságot helyezett kilátásba azon vállalkozókkal szemben, akik a megadott határidő belül nem állították vissza az áraikat az euró bevezetése előtti szintre. Az ellenőrzések során a vizsgált gazdasági egységek 30%-ánál találtak szabálysértéseket, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 151 bírságot szabott ki, összesen 234 ezer euró értékben olyan vállalkozókra, amelyek az euró bevezetésekor tisztességtelen üzleti magatartást tanúsítottak. A kormány attól tart, hogy a drágulások tovább emelik az inflációt, amely decemberben valamelyest lassult 13,5%-ról 13,1%-ra, januárban azonban újra növekedésnek indulhat. Horvátország után megyünk tovább, körképünket Spanyolországgal zárjuk, ahol a kormány kérvényezte az Európai Bizottságnál, hogy egy évvel meghosszabbíthassa a piaci árnál jóval alacsonyabb árplafont, amelyet az áram előállításához használt gáznál vezetett be. A kormány arra hivatkozik, hogy az intézkedésnek köszönhetően 4,5 milliárd eurót takarítottak meg a fogyasztók az elmúlt 7 hónapban, és mindez nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy jelenleg az euróövezet országai közül Spanyolországban a legalacsonyabb az infláció. Fehér Krisztinát kapcsoljuk a további részletekért. Jó reggelt kívánok neked is. Mekkora lenne a jövőben ez az árplafon, és milyen előnyöket várnak tőle Spanyolországban? Köszöntök mindenkit! Spanyolország azt szeretné elérni, hogy ne lehessen drágább az áram előállításához használt gáz megawattóránként 50 eurónál egészen 2024 májusáig. Ez azt jelenti, hogy egy évvel meghosszabbítanák azt az árplafont, amelyet 7 hónappal ezelőtt, tavaly júniusban kezdtek el alkalmazni az Ibériai félsziget két országában, és amellyel akkor azonnal a felére csökkent a korábbi átlagár. Portugália és Spanyolország ezzel nagyon kivételes helyzetbe került, a többi európai országhoz képest ugyanis jelentősen tudta mérsékelni a villanyenergia drágulását. A tavalyi év második felében például itt Spanyolországban 41%-kal volt olcsóbb az áram, mint Olaszországban, Franciaországhoz képest 35%-kal, Németországhoz viszonyítva pedig 26%-kal került kevesebbe az áram. A hivatalos kormányzati adatok szerint a spanyol családok átlagosan 150 eurót, körülbelül 60 ezer forintnak megfelelő összeget spóroltak a villanyszámlán, amióta bevezették ezt az intézkedést, tehát az elmúlt 7 hónap során. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy Spanyolországban nem emelkedett az áram ára. A múlt évben átlagosan 33%-kal drágult a villanyenergia. Egy átlagos háztartás éves áramköltsége ezzel elérte az 1100 eurót, ami átszámolva olyan 435 ezer forintnak felel meg. Egy év alatt a növekedés mértéke 270 euró volt, kb. 106 ezer forint. De
Rivera spanyol miniszterelnök helyettes épp a hét elején tartott sajtótájékoztatót ebben a témában, ahol azt hangsúlyozta, hogy annak, hogy az elektromos áram kevésbé drágult, mint a többi európai országban, jelentős szerepe volt abban, hogy itt Spanyolországban volt a legalacsonyabb az infláció, 5,5% a múlt év végén az eurozónán belül, ahol ez meghaladta a 9%-ot. Az árplafon meghosszabbítása, tehát ezeket a kedvező eredményeket szeretné megtartani legalább a jövő év közepéig, de miért pont addig? Hát azért, mert azt remélik, hogy addigra elfogadják és hatályba is lép az európai villamos energiapiac reformja, amellyel várhatóan idén tavasszal kezd el foglalkozni az Európai Bizottság. Mindenesetre a spanyol kormány eheti ülésén már napirendre tűzte ezt a programpontot, ráadásul meg is vitatta a saját reformjavaslatát, amelyet várhatóan hamarosan elküldenek Brüsszelbe. Ennek lényege, hogy a fogyasztók költségeinek a további csökkentését célozza olyan intézkedésekkel, amelyek ösztönzik a megújuló energiaforrások használatát, és mérséklik az árak ingadozását. Ilyennek vélik például a nukleáris energia vagy a hidraulikus energia piaci árának hosszú távú fixálását. Ez volt a mostani energiakörkép. Magyar Lovrics Miriánának, Krián Krisztinának és Fehér Krisztinának köszönjük szépen!